Én Szabó Zoltán, fotográfus, utazó, túravezető és kalandor vagyok. A kalandorságot azt tessék a jobbik értelemben érteni. És engedjétek meg, hogy én most lecsücsüljek, hogy ne álljak, mert jobban látjátok a képet, mert a képe sokkal fontosabb, mint én. És hogy pár szót hadd mondjak magamról. Én a rendszerváltásnak a gyermeke vagyok abban az értelemben, hogy 86-ban érettségiztem, és akkor lettem igazából felnőtt pont, amikor ez a rendszerváltás megtörtént, és kezünkbe kaptuk magyarok a világ útlevelet. És hogyha így körbenézek, szerintem nincs olyan korosztály, aki ne értené, mi az a világ útlevél. Vagy van olyan? Van olyan? Tehát, hogy nem volt magától értetődő az mindenkor, hogy az útlevél az összes világ összes országába szólt, és hogy mi akkor voltunk éppen tinédzserek és 20 évesek, amikor ez megtörtént, tehát volt egy világútlevünk a zsebünkbe, de pénzünk az nem volt hozzá, és hát kalandvágyból vágtunk neki a világnak pénz nélkül, és akkoriban ugye internet sem volt, Google se volt, nem voltak információink. Az egyetlen kapaszkodó, talán ismeritek, egy angol nyelvű útikönyvsorozat volt, ez a Lonely Planet, ez a magányos bolygó útikönyvsorozat, és innen lehetett exotikus helyekről, országokról, útleírásokat, praktikus információkat kapni. És ennek a könyvnek a kiadója, a könyvsorozatnak a kiadója Tony Wheeler, aki a 70-es években elstoppoltak Londonból Ausztráliába a szárazföldön, és ebből született az első Lonely Planet kiadás. Minden könyvével betette ezt a mottót, és angolul sokkal frappásabban és rövidebben hangzik, mint ahogy ezt magyarul megpróbáltam lefordítani, de megrökönyödve vettük észre, hogy teljesen egybevág a mi filozófiánkkal, tehát hogy azóta rá is leltem egy keleti mondásra, ami velősebben összefoglalja ezt az egészet, ami úgy hangzik, hogy az első lépés az út fele. Tehát, hogyha az ember már eldöntötte, hogy elindul és nekivág, és megtette az első lépét, akkor már nagy nehezén túl van, aztán majd viszi a lendület. Úgyhogy mi is így utaztunk, és így jutottunk el, főként Ázsiában nagyon olcsón fillérekből lehetett utazni, most éppen az Indiához tartozó Kis-Tibetben vagyunk, Ladakban, Nyugat-Tibetben. Aztán én később, én egyébként agrárközgazdász vagyok, de aztán átnyergeltem a fotózásra, és ezek a fekete-fehér képek egyébként, én megpályáztam egy állami fotoművészeti ösztöndíjat, ez egy 3 éves ösztöndíj volt, és az ösztöndíjnak az anyagát itt készítettem még filmre, fekete-fehér filmre annak idején Kis-Tibetben. Szóval sok-sok utazással telt, most váltunk egy földrészt, most éppen Közép-Amerikában, Guatemalában vagyunk, az egyetlen közép-amerikai ország, ahol még megmaradt a hagyományos indián kultúra, a viselet, aztán nyilván a kereszténység rányomta a bélyegét, ez például egy húsvéti körmenet ugyanott Guatemalában. Most pár képet felvillantok, visszavorunk Ázsiába és Iránba járunk, az Óperzsa Birodalom a romjai között, aztán a mindennapokban. Úgyhogy hát így India, Pakisztán, Kína, Mongólia, így bele-bele kóstolgattunk ezekbe az országokba, és aztán igazából leragadtunk Indiánál, meg a Himalája környékénél, Tibetnél, és ilyen hosszabb 3 hónapos utakra indultunk a nyári szünetbe, és tulajdonképpen ezzel telt egy jó 10-15 év, és aztán én fészket raktam, jöttek a gyerekek, és akkor átálltam esküvői fotózásra, amit aztán itthon is lehet csinálni, de erre is rá lehet unni, és akkor jött egy gondolat, hogy mi lenne, hogyha ezt a tapasztalatot, helyismeretet, meg fotózási ismeretet kamatoztatva a más érdeklődőket, fotósokat is elvinnék ezekre a helyekre, és így jött létre a Kincses Kamera kis vállalkozás, vagy kultúrmisszió. Szeretnék megismertetni olyan kultúrákat, földrajzi egységeket, térségeket, amelyek érdemesek a figyelemre,
mindenkivel, aki nyitott rá, mert azt gondolom, hogy egyrészt nagyon izgalmas, másrészt nagyon keveset tudunk ezekről a térségekről, és még azt is mondhatom, odáig is merészkedhetek, hogy amit tudunk, azt nagyon rosszul tudjuk. Tehát itt van például Irán, amit szerintem nagyon félreismerhettünk a médiából, vagy akár Pakisztán, és akkor én ezekre az utakra, a kultúrákra szoktam, illetve fűztem fel utakat, és ennek kapcsán keretében vagyunk most is itt, ugye a Bajkáról van szó, és van egy kis kirúccanás, ez egy kicsit ilyen láblóvatos túra, rumozós és szivarozós, plájázós, de a többi a sokkal erősebb, és aztán kialakult egy ilyen menü, például a jövő évi menü, hogyha az égiek is úgy akarják, inshallah, akkor ezekre a helyekre tudunk látogatni. És akkor most térjünk rá a Bajkárra, Szibériára, és hogy belecsapjunk, hadd tegyek föl egy indító kérdést, hogy szerintetek elbírja-e a Bajkál jege egy gőzmozdony súlyát? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy elbírja-e a Bajkál jege a gőzmozdonyt? El? Ki az, aki azt mondja, el, kezeket föl? Ellenpróba? Egy. Tehát majdnem azt mondhatom, hogy egyöntetű a vélemény, hogy elbírja a Bajkál jege egy gőzmozdony súlyát. Hát itt láthatjátok a választ. A hölgynek van igaza, nem bírja el, de egyáltalán nem kérdeztetek vissza, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, hogy kerül egy gőzmozdony egy Bajkál jegére. Ez lett volna a kézenfekvő, de beugrottatok. Ez nem egy photoshopos montás, ez valóban megtörtént az életben, beszakadt a Bajkál jege alatt, de tényleg mit keres egy gőzmozdony a Bajkál jegén? Ehhez egy kicsit hadd ágyazzak meg, hogy jobban értsétek. Itt nagyjából Szibériát látjátok, Oroszország térképét, egy hatalmas térségről van szó. Egyébként, ha vannak itt földrajzosok, ez a föld leghatalmasabb egybefüggő földrajzi egysége, Szibériáról van szó. Állítólag ez egy mongol szó, mongol eredetű szó, és a nyugalom földjét jelenti. És tulajdonképpen az 1500-as évekig nem nagyon tudtunk róla. Hát itt a Szibériának a déli része volt érintett még a mongolok, még a tatárok idejében, de aztán ez a rész, ez teljesen járhatatlan vadon, tajga, a folyók és a mocsárnak a birodalma. És amikor megkezdődtek a nagy földrajzi felfedezések a 16. században, igen, akkor az oroszok sem akartak lemaradni. És hogy Oroszország honnan indult, nagyjából a mi honfoglalásunk idején volt a kijevi rusz. És aztán a következő 1-200 évben, mivel ez a kelet-európai síkságon helyezkedik el, ami tulajdonképpen egy átjáróház, mondhatni egy főútvonal, autópálya a különböző hódító hadseregeknek, állandóan átrohangáltak rajtuk, és úgy döntöttek, hogy egy kicsit északabbra helyezik ennek a fejedelemségnek a központját, ez lett aztán Moszkva. És amikor elindultak a földrajzi felfedezések, Oroszország meg volt lőve, mert nem volt igazából a meleg tengeri kijárata. Egyébként az orosz külpolitikát azóta eltelt 500 évben ugyanez határozza meg. Egy meleg tengeri kikötőt akarnak találni, erről szólt a brit birodalommal folytatott vetélkedésük, a Great Game, nagy játszma, erről szólt az afgán háború, keresik a kiutat, ugye ők be vannak zárva, az északi tengerhez férnek hozzá, amit most itt lemaradt a térképről, de ott is a Skagerrák szoroson kell kimenniük, hiába foglalták el a Krímet, a Fekete-tengert, át kell kelnünk a Boszporuszon, ami egy NATO ellenőrzésű szoros,
akkor is csak a földközi tengeren vannak kint, onnan, annak két kijárata van, a Gibraltár és a Suezi csatorna. Meg van határozva, hogy hány orosz hadihajó kelhet át a Boszporuszon is. Aztán ami még maradt, az Murmanszk, ugye, az is lemaradt a térképről, meg itt van Vlagyivosztok, de hát ez is az év felében befagyott, és igazából nem kijárat a világtengerekre. Szóval az orosz külpolitika 500 éve mit sem változott, és merre tudtak terjeszkedni az oroszok, nem volt tengerpartjuk, nem volt igazából ütőképes hajóhadjuk, úgyhogy ők keletre kezdtek el terjeszkedni. Viszont ez nagyon intenzív volt, az 1600-as években, 60 év leforgása alatt az orosz birodalom, most már annak nevezhetjük, az orosz birodalom az 6000 kilométerrel tolta ki a határait, egészen itt a csendes óceánnál koppant. És az 1600-as években indultak el azok a 1500-as évek második felében, azok a kozák expedíciók, akik eljutottak de a Léna vidékére, vagy Csukcsföldre, és igazából azért terjeszkedtek errefelé, mert a kozákoknak egyrészt a tajgai, közlekedésben volt igazán tapasztalatuk, és nagyjából békés népek élték. Hogyha egy kicsit délebbre terjeszkedtek volna, egy Közép-Ázsia felé, a nomádok lakta a sztyeppékre, ott már sokkal sűrűbben lakott és harciasabb népekkel találkoztattak. Úgyhogy errefele volt a könnyebb ellenállás, és így jött létre az orosz birodalom. Igazából ez nem volt egy birodalom, mert jó pár száz éven keresztül nem volt meg az infrastruktúra hozzá. Tehát hiába tartozott az orosz cár fennhatósága alá, egyszerűen járhatatlan volt a vidék, és ez a kis barna kis vonal, amit itt láttok, ez volt az első olyan kis ér, ami összekötötte ezt a birodalmat, ez pedig a transzszibériai vasútvonal, amit 1900-as évek felé kezdtek el építeni, két oldalról, két irányból, és az 1903-ban fejezték be, és maradt egy kis lukacska itt a Bajkál környékén, ami egy tulajdonképpen egy földkéreg repedés, és ez a repedés ez nem csak lefele megy, hanem fölfele is 2005-ös hegykoszorú veszi körbe a Bajkát. Itt nem tudták befejezni a vasútnak az építését, és közben kitört az orosz-japán háború. És ráadásul ez télentől itt vannak a japán szigetek, télen tört ki, és itt látjuk a Bajkálnak a déli csücskét, itt van Irkutszk, és amikor elérkezett ide a vasútvonal, akkor itt gőzhajóval dobták át a vagonokat a túlsó oldal, és onnan folytatódott a transzszibériai. De mivel tél volt, ezért gőzhajók nem alkalmazhattak, úgyhogy nem volt más megoldás, mint ugye át kellett dobni a csapatokat és a hadianyagot a keleti frontra, ezért megpróbáltak lefektetni egy vasútvonalat a Bajkára. És rá is engedték a gőzmozdonyt, de nem bírt el a súlyát és beszakadt, tehát nyilván nem. Ugye nem úgy kell elképzelni, hogy hiába méteres vagy másfél méteres a jég a Bajkáron, ez állandóan változik, mozgásban van, hőforrások vannak az alján, áramlatok vannak, úgyhogy nem teljesen kiszámítható. Úgyhogy aztán azt találták ki, hogy szétszedik a szerelvényeket, és egyenként vontatják át. Még a gőzmozdont is szétszedték, és külön rátették két-három kis kocsira, és így húzták át. Úgyhogy ez így sikeres volt. Szóval, tehát ez az első térképen láthatjátok, hogy a 900-tól 904-ig akkor itt vagy a jégen, vagy pedig gőzhajóval komppal vitték át a vagonokat, aztán utána megépült egy Bajkál körüli útvonal, de aztán a szovjet időkben csináltak egy vízi erőművet itt Irkutszknál, van egy folyó, az Angara, ami mindent fordítva csinál, ez kifolyik a tóban, nem befolyik, és amikor feldúszasztották az Angarát, akkor ez egy méterrel meg is emelte a Bajkál szintjét, és elöntötte, itt már látjátok,
ezt a régi vasútvonalas részt, úgyhogy aztán itt átvágták, úgyhogy a mostani transzszibériai útvonala az így egy kicsit levágva ezt a kis háromszöget, így kerüli a Bajkált. És aztán azt most már tudjuk, hogy a mozdony, gőzmozdony hogy kerül a Bajkára, de hogy én vagy mi hogy kerültünk a Bajkára, az egy másik kérdés. Ugye 92-t írunk, 92-ben itt olyan sok minden nem történt, csak a nagy lelkesedés volt az országban bennünk, és utazni szerettünk volna, csak nem volt hozzá pénzünk. És volt nekem egy óvodástársam, Sánta Pista, akiből sámán kutató lett, és ő akkor kezdte el járni Oroszországot, és ő mesélte, hogy milyen izgalmas és milyen gyönyörű a Bajkál, és tud nekünk segíteni abba, hogy szerez pár igazolást. Hogy a figyelmes szemek azért azt észrevehetik, hogy minek a pecsétje van itt. Ez az ELTE-nek, a földrajzi könyvtárának a pecsétjét tudta megszerezni a Sánta Pista, és ezzel a pecséttel mi kiküldettük magunkat az akkori, hát már nem is tudom, talán akkor már nem volt Szovjetunió, vagy volt még Szovjetunió, a fene se tudja. Illetve volt még egy másik, tudott szerezni, volt neki vagy 20 Bianco A4-es lapja, aminek a fejlécére rápecsételték, aki tud oroszul, az el tudja olvasni, hogy a Moszkvai Lomonoszov Egyetemnek a jogi karának a pecsétjét, úgyhogy volt egy ilyen Bianco lapunk, és azt mi akkor még írógéppel azt mi kitöltettük, úgyhogy ketten vágtunk neki, ezt itt megírtuk magunknak, beírtuk a nevünket, meg az útlevélszámunkat, és szerintem itt ezt el tudjátok olvasni. Kiküldettük magunkat 1993. február 1-től március 31-ig a következő útvonalon Moszkva, Irkutszk, Ulán-Ude, Barguzin, Kurumkán. És van még egy fontos kitétel, ez az utolsó szó, i abrátna, és visszafelé. Ugye ez nem mindig volt így a történelem folyamán, hogy akit kiküldetés az oda-vissza szólt, Szibériába azért az 50-es években inkább csak egy irányú volt ez a kiküldetés. És aztán mi így mentünk ki, ugye télen, és mindenféle fogockodó, talán még szerintem még ez a Lonely Planet is nagyon néhány sorbel intézte az egész Bajkált. Így jöttünk ki, hát 7 napi vonatozás, nem 6 napi vonatozás, mert innen indultunk Budapestről, belföldi járat, átelektricskáztunk Ukrajnába, aztán Oroszország, és akkor ott a transzszibériai, nagy nehezen kiértünk Irkutszba, és az irkutszki vasútállomásról átsétáltunk az autóbuszállomásra, és ott megnéztük, hogy délután 4-kor még hova megy busz, és éppen ment busz a Bajkára, ez egy 70 kilométeres, másfél órás út, és egyébként a képen én vagyok, de ez nem egy orosz népviselet, hanem ez egy kötés a fejemen. Ez pont az a hely, ahol előző este megérkeztünk, és a buszon kérdezgettük, hogy hol tudnánk mi aludni, és hogy mi magyar diákok vagyunk, és a buszon mondta az egyik hölgy, hogy van itt egy meteorológiai állomás, egy meteorológus nénivel, a Tyótya Klávával, Klaudia néni, aki meg lehet szállni, ott csak szálljunk le. És ez így is volt, és ahogy így betoppantunk hozzá, kiderült, hogy egy ilyen vecserinka volt, egy februári estén itt az Angara partján, sütöttek, főztek, saslikoztak, vodkáztak, és akkor mondták, hogy szívesen látnak bennünket is. Akkor én még ilyen friss indiai beidegződéssel mondtam, hogy szeretném, hogyha megállapodnánk a szállás árába, akkor legyintettek, hogy azzal ne foglalkozzunk, majd leszolgódnunk, de hogy mennyibe kerül, legyintettek, hogy nem kerül semmibe. De én kötöttem az ebet a karomhoz, Indiában kialakultak ezek a reflexek, aztán Oroszországban persze ezt át kellett írni, mert tényleg nagyon nyitott szívűek, és nagyon vendéglátóak az oroszok. És aztán annyira belemelegedtünk ebbe a vecserinkába, hogy volt ott egy szauna is az Angara partján, és akkor ott a helyi nagymenők beinvitáltak bennünket, hogy ez milyen jó, és akkor
és akkor ők fölfütötték a szaunát, és akkor mecitláb kitotyogtak a jégen, és megmártoztak a 0,5 fokos angarába. Azért tudjuk ilyen pontosan, hogy meteorológiai állomás a vízhőmérsékletet is méri. És hát bennünket, kettőnket már annyira fütött a vodka, mondtuk, hogy jó, jó, lehet, hogy az oroszok így csinálják, de magyarok, azok fejesen indítanak. És én csak egy tompa puffanást éreztem, és hallottam a víz alatt, és amikor így evickéltem ki, és kisegítettek a többiek, akkor ilyen narancsárga fájton keresztül láttam mindent, és kérdezik, hogy mi az Isten van veled. És hát kiderült, hogy én a víz alatt én neki ugrottam egy sziklának, úgyhogy azért kötötték be a fejemet, és ez pont az a hely, ahol azt a fejest ugrottam. És akkor bemutattam nektek utitársamat, Szatyit, polgári nevén Horváth Zoltánról van szó. Nem tudom, hogy meg tudjátok-e fejteni a képet. Meg tudjátok fejteni? Hálózsákon fekszik? Nem, ő is egy fejest ugrott, fejjel a hólat van most éppen, ha ezt látjátok. No, szóval ez volt a kis csapatunk, és nem sok idő, ezt körülbelül 2 hét volt a téli Bajkálon, és most ígéretem, hogy a szívem azért most elkezdem pörgetni a képeket. Ugye ezek még filmre készültek, és mondták a helyiek, hogy jöjjünk vissza nyáron is, mert nyáron is nagyon szép a Bajkál, és aztán itt egy kicsit léghorgáztunk, és aztán több se kellett nekünk, igaz, hogy még a téli képeknél tartunk, de a következő nyáron megint ott találtuk magunkat a Bajkálon, akkor már egy 5 fős kis csapattal, ez egyébként a régi transzszibériai vasútvonalban, amit nem öntött el a víz, az tulajdonképpen egy ilyen zsák, hogy mondják ezt, vágány, vagy vonal, egy zsák vasútvonal maradt, és nincsenek boltok, hanem heti egyszer ilyen mozgó áruház van, ez például egy bolt, és vajat vett, egy üveg, 10 liter vajat vett a bácsi. És aztán eltöltöttünk 3 hónapot, és annyira belejöttünk, ugye rengeteg barátot szereztünk, én egyébként orosz faktos voltam, gimiben jól megtanultam oroszul, itt aztán meg tudtam is használni, és egyébként furcsáltam, hogy 4 évi orosz tanulás során soha nem hangzott el, hogy milyen jó hely Oroszország, hogy milyen jó fejek az oroszok, és hogy milyen nagy lelkűek, milyen barátságosak. Azzal együtt, hogy az ő lelküket is azért baltával szabta a történelem, meg a politika viharai. És annyira belejöttünk, hogy azt terveztük, hogy a következő télen megint meglátogatjuk a Bajkált, és annyi szerencsénk volt, hogy kiderült, hogy kiírtak egy moszkvai cseregyakorlatot az egyetemen. Mi voltunk az első 3 név a népsorba. Itt a bajkáli fóka egyébként, akkor még nem volt rezervátum ez a sziget. Egyébként ez az időszak volt 93-94-ben, amikor 70 évi szocializmus után az állam teljesen magára hagyta az embereket, az állampolgárokat. Egyik nap nem jött kenyér a boltba, aztán nem volt benzin, aztán nem volt áram, aztán nem jött a hajó, és a 90-es években teljesen magukra maradtak az emberek, újra a természet felé fordultak, elkezdtek kijárni a tajgába, gombázni, bogyókat gyűjteni, halászni, és mi is úgy tudtunk közlekedni, hogy pénzünk nem volt, hogy bármiféle szolgáltatás, de nem is volt szolgáltatás. Tehát egy nemzeti parkba úgy jutottunk el, hogy ilyen, hogy mondjam, ilyen körbe, csere-szerűen volt egy barátunk, aki értett a könyveskedéshez, és tudott kályhát rakni, mi voltunk a segédmunkásai, és ezt a nemzeti partnak a kis falucskájába kellett egy házban megcsinálni, ahol nekünk nem lett volna esélyünk eljutni, mert csak hajóval megközelíthető. Úgyhogy ingyen elvittek bennünket, akkor 3 napig raktuk a kályhát, utána megszedtük neki a tajgába, a családra, ami kellett, ilyen erdélyi bogyók, és utána elmehettünk medvét vadászni, már hogy csak fényképezővel medvét vadászni, egyébként nem láttunk medvét.
És ez volt az az időszak, amikor mindenféle hóbortos alakokkal is összefuthattunk itt Oroszország mélyén. Egy amerikai srácba botlottunk bele, aki azt találta ki, hogy ő egy ilyen rafting tutajos paradicsomot varázsol ide a Bajkára, és jönnek majd az amerikai vendégek, de hát fel kellett tárni ezt az egész dolgot, és nem volt Oroszországban, legalábbis ott nem tudott szerezni a rafting tutajt, úgyhogy amit tudott szerezni, ez egy tavi katamarán felfújhatós, és ilyen kis alumínium vázzal van rögzítve, és azt találta ki, hogy egy ilyen félórás rafting gyors talpaló után nekivágunk a Barguzin folyó felső folyásának, ami egészen idáig eddig az Ugóig nagyon jól működött, de aztán itt jött egy nagy kanyar, itt meg is ki is szálltunk, meg is beszéltük, hogy ez hogy fog történni, hogy vesszük ezt az akadályt. Én kiszálltam, hogy a partról fotózzak, és hát az eredmény az ez lett, ripityára tört a hajónk, úgyhogy mindenféle zsinórokkal, madzagokkal, meg kis fűszfaindákkal újra kellett kötözni az egészet, úgyhogy voltak ilyen betétek is. És aztán eljött az orosz-moszkvai cseregyakorlatnak az ideje, amikor kimentünk Moszkvába, nem tudom, szerintem olyan 40-50 magyar cserediák, és mi a harmadik napon leléptünk, mi már eleve hálózsákokkal, sátorral, síbotokkal készültünk, mert azt találtuk ki, hogy mi egy ilyen kis mini expedíció keretében mi átszeljük a Bajkát, ott fogunk sátrazni a Bajkálon, és hát itt már megérkeztünk Irkutszból, stoppoltunk. Ugye ez megint az az időszak, amikor teljes hiánygazdaság volt Oroszországban. Az volt a mottónk, hogy egy nap egy dolgot intézünk el. Holnap cukrot veszünk. És akkor hárman nekiálltunk, nyakunkba vettük a várost, Irkutszkot, ez egy 400-600 ezeres város. És akkor cukrot hajtottunk, és akkor nap végére lett 3 kiló kristálycukrunk. Következő nap kenyeret veszünk. Ugye nem is kenyeret kellett vennünk, mert minden megfagy a Bajkálon, hanem kétszer sültet. Akkor már volt marscsoki, de a marscsoki is olyan kőkeményre fagy, hogy nem lehet eltörni. Svájci bicskával kellett elfűrészelnünk. És a harmadik nap meg szánkót szereztünk, és így készültünk föl, aztán nekiálltunk stoppolni, eljutottunk a Bajkál partjára. Még a jégen is elvittek egy darabig, és mondták, hogy van egy kis menedékház a parton, ez egyébként a menedékház, éppen elmentem vízért, hogy innen nagyjából toronyirányt neki tudunk vágni a észak-nyugati parton a dél-keleti partnak. Hát ez volt a menedékháznak a komfort fokozata, és aztán minden szánkót elneveztünk, ezt Nyikitának, és aztán neki is vágtunk a Bajkának. Annyit mondtak, hogy egy dologra kell figyelni, hogy nehogy fújjon a szél, mert hogyha a Bajkánon beindul a szél, az nem csak nyáron veszélyes, borogatja a hajókat, 5 méteres hullámok. Ugye nem hiába hívják tengernek az oroszok a Bajkát. Annyira keskeny a tó, tehát 600 km hosszú ugyan, de az átlag szélesség az olyan 40-50 km. És emiatt nagyon rövidek és magasak a hullámok, és ez tök veszélyes a hajókra. De azt mondták, hogy télen, hogyha beindul a szél, az igazi szél, akkor a 6-kerekes gazteherautókat így viszi a jégen. És amikor elhagytuk ezt a menedékházat, itt a part közelén vannak ilyen kis jégtorlaszos, jégzajlos részek, itt elég nehéz, és akkor kiértünk a nyílt jégre, akkor beindult a szél, tehát olyannyira, hogy a szánkók azok beelőztek bennünket, tehát egyszerűen befordította a szél. És hát mentünk egy 20 kilométert, aztán sátrat kellett vernünk. Már volt két hőmérőnk, és tudtuk mérni a kinti meg a benti hőmérsékletet, egy két rétegű sátor, és 15 fok pluszt jelentett ez a két réteg, tehát belül volt mínusz 15, kint meg mínusz 30. Minden ledermett ebbe a hidegbe. A gázpalackot alig tudtuk begyújtani, mert csak pislákolva éget, de nem melegített, akkor öngyújtóban melegítettük a gázpalackot, az öngyújtóban levő gáz is ledermett. Úgyhogy addig annyira jutottunk, hogy a jégből tudtunk vizet melegíteni, de vizet nem tudtuk fölforralni.
és akkor így elkevertünk bele egy levesport, és akkor azt megettük. És hát ez egy párnapos túra volt, középen van egy kis meteorológiai állomás az Uskáni szigetek, néhány, hát három ember élt ott, és ott is megálltunk, ott is meg tudtunk egy kicsit melegedni, kiengedni a cuccainkat, ott készült ez a kép, és nagyon változatos a Bajkál jege, tehát tényleg szinte minden lépésnél az ember megállna és csak bámulna lefelé, annyira izgalmas és annyira érdekes. Aztán partot értünk, találtunk egy hajóroncsot, azt egy kicsit megfaragtuk, és akkor lett fánk, tudtunk tüzet gyújtani, úgyhogy itt már tudtunk forralni is. És aztán ez egy örömteli találkozás, amikor megérkeztünk a túlsó oldalra, egy kis faluba, Kurbolikba, akkor egy fekete kutyus rohant elénk, aki jó barátunk volt az őszi túrán, ő hozzánk szegődött ebbe a faluba, és amikor elmentünk néhány napra túrázni, akkor valahogy velünk jött, és nem akart visszamenni. És fekete volt, koromfekete, és elneveztük Csortyiknak, Krampusznak, és elkapott bennünket egy nagy nyári vihar esőzése, egész éjjel esett, minden szétázott, és hát a Csortyik az bekéreckedett a sátorban, és hát abszolút nem volt kajánk, de hát meg kellett osztani a kutyával is. Úgyhogy nagyon összebarátkoztunk, vissza is jöttünk, és mielőtt a faluba itt télen beértünk volna, néhány száz méterrel, nem lehetett látni, így a szikláktól meg kellett kerülni ezt a sziklát, jött szembe Csortyik, mintha érezte volna, hogy egy fél év után mi újra itt járunk. Ezt a túrát nem mindenki értékelte, főleg a Gödöllői Egyetem rektora, tehát amint visszaértünk Moszkvába a három hetes kiruccanás után, mondták a többiek, hogy nagy a baj, mondták, hogy másnap van egy jelenésünk a magyar konzulnál, a magyar konzulnak habzott a szája, ordított 10 percen keresztül, hogy képzeljük, hogy mi meglógtunk Moszkvából, és hogy kerestettek bennünket, pedig mi mondtuk, hogy hol vagyunk, meg hova megyünk, a többiek azért tudták, és hogy diplomáciai bonyodalom, úgyhogy mire visszaértünk Gödöllőn az egyetemre, ez pont a tizedik fél év volt, akkor azt mondták, hogy intézményi kizárás. Eddig nem tudtuk, hogy ez mit jelent, ez egy ilyen jogi kifejezés, ez azt jelenti, hogy az összes eredményt, amit addig elértünk ebbe az egyetembe, azt lenullázzák, a tizedik fél évről beszélünk, és három évre eltiltanak bennünket minden egyetemi felsőoktatási intézményből. Úgyhogy volt egy ilyen tárgyalás, egy ilyen fegyelmi bizottsági tárgyalás, és akkor már volt ilyen diák önkormányzat, ez a DÖK, és ott a DÖK képviselő az jó barátunk volt, és ott kilobbizta nekünk, hogy egy írásbeli megrohásra csökkentsék ezt a büntetést. No, úgyhogy ez volt a felvezetés, és tehát most 30 évvel ezelőtti képeket láthattatok, 93 és 94-ben negatívra készültek, azért is volt olyan minőségű, amilyen. És ahogy röviden elmeséltem, próbáltam ezeket az élményeket, vagy ezt a helyismeretet, terepismeretet, vagy a kultúra, meg a nyelvismeretet összegyúrni, és kitalálni olyan utakat, hogyha valaki kíváncsi mondjuk a Bajkára, akkor felfűzni, ha nem is több hónapos útra, de ilyen gyöngy szemekként, vagy ilyen mazsola szemekként kiválogatni a legérdekesebb, leglátványosabb, legizgalmasabb dolgokat, és ezt felfűzni egy kéthetes útra. Úgyhogy így ennek keretében jött létre a kincses kamera, és ennek a keretében utaztunk. Igaz, hogy ez már a sokadik úti cél volt, mert inkább Indiával, meg Tibettel, meg Iránnal kezdtük. India, Tibet, Irán, igen, és aztán jött Kuba is, jött Szibéria, és aztán legutoljára pedig a pakisztáni Karakoram. És akkor ezek a fotók az elmúlt négy út során készültek, ugye Moszkvában egy belföldi járata, az 5 órás járata, tovább repülünk Irkutszba,
És hogy el tudjuk helyezni a térképen, itt láthatjátok a Szovjetunió, vagy az Oroszországnak a térképét, és látjátok itt a déli részen a mongol határ környékén, amiről beszélünk, itt van a Bajkál-tó, és ahogy meséltem, ez egy földkéreg repedésben létrejött tó. A mindenféle legekkel büszkélkedhet, miért ilyen nehéz ezt kimondani. Ez a világ legnagyobb tava, a világ legmélyebb tava, és a világ legöregebb tava. A tavak a geológiai szempontból szempillantásnyi képződmények, tehát geológiai viszonylatban ezek szempillantás alatt keletkeznek és eltűnnek a tavak. A Balaton is egy ilyen tó, körülbelül 20 ezer éve van, és fel fog töltődni, amit hordalékot hoznak, hordanak bele a folyók, szépen feltöltődik fel, iszaposodik, elmocsarosodik, és lesz belőle egy síkság. Tehát, hogy általában 10-20-30 ezer éveket élnek a tavak, a Bajkál ezzel szemben 25 millió éves. És ahogy meséltem, ez egy földkéreg repedés, egy ilyen nagyon meredek V alakot képzeljétek el, aminek mondjuk az alsó része, ami víz alatt van, az 7 kilométer mély, és annak a tetején van másfél kilométer víz, a többi az üledék, amit a 25 millió év alatt feltöltődött, felgyülemlett. És aztán ez a földkéreg repedés, ez, ahogy véget ér a vízszint, az ugyanúgy folytatódik, és még a víztől olyan 2000-2500 méterre fölé emelkedik, és fura módon egy hegykoszorúként fogja körbe a Bajkát. És ez a hegykoszorúság jellegéből adódik az, hogy az itt élő világ a közel 2600 növény és állatfaj annak a kétharmad része, tehát háromból két állat és vagy két növényfaj, az kifejezetten itt él, endemikus benszülött faj sehol máshol a világon, ilyen például az édesvízi fóka is, úgy az ómul, a lazac félékbe tartozó ómul. Hát azt mondtam, hogy 1620 méter mély, nem is tudom, a következő tó Tanganyika, az hol tart, olyan 1100-nál, valahogy, ki tudja. Szóval úgy nagyjából a nyomába sem érnek más tavak, és ezt úgy képzeljétek el, hogy 600 km hosszú, 45 km, 40-50 km széles, és a transzszibériai vasút kerüli délről a tavat, Bajkál, Amur, meg északról érinti. És a kettő között, főleg ez az északi rész, ez vadon. Medvecsapások, ösvények sincsenek, települések, ilyen meteorológiai állomások vannak, nem tudom, 5-6 emberrel, de hogy ez itt a 400 km medvecsapás és vadon. Na, ez az első kis csapatunk, akik neki mertek vágni. Ide elhívtam két barátomat, akik annak idején is ott volt, Bence, akivel, és Szotyi, ő az, aki beledugta a hóba a fejét az első képeken. Nem mindenkit tudtam rá venni és elcsábítani. Úgyhogy így indultunk neki. Nyilván teljesen megváltozott 30 év alatt a világ, és az utazás módja is megváltozott, tehát itt sem arról volt szó, hogy ketten vagy hárman mentünk. Ugye nekünk az volt a mottónk, hogy nem volt konkrét terv, volt nagyjából egy terv a fejünkben, hogy mit szeretnénk megvalósítani, hogy merre menjünk, de mindig az volt a filozófiánk, hogy majd alakul. Tehát, hogyha van olyan hely, ahol jól érezzük magunkat, ahol több időt töltünk, ahol kevésbé érezzük jól magunkat, ott meg tovább állunk. De nyilván ezt egy csoporttal nem lehet megvalósítani, amikor van 8-an voltunk, azt hiszem, az első úton. Tehát a szállás, utazást, mindent meg kell szervezni. Ugye az előző útjaink 3 hónapban sok minden belefért, napokat tudtunk hajót stoppolni, egyszer helikoptert is stoppoltunk. Nagyon sok minden belefért idővel, majdnem mindent ki tudtunk váltani. Itt azért sokkal nagyobb szervezettségre volt szükség. És én neten kezdtem el keresgélni, egy kinti kapcsolatot találni, és
aztán utamba akadt Sveta, akiről majd lesz kép, és én fölhívtam egyből egy-két levélváltás után. A közben egyébként most Olhon szigetén járunk, ez egy szinte azt mondhatni, hogy teljesen kopár fás növényzet nélküli, fák nélküli kis sziget. Ezek a kis zászlócskák, amiket itt látunk, ezek a sámanizmushoz köthetők, egész belső Ázsiában, a hegyi vidéken. Nagyjából ugyanaz a sámanizmus működött, mint amit mi is hoztunk annak idején a mi őseink, honfoglaló magyarok. És a jeles helyeken, szent helyeken, hágókon, átkelőkön, hidakon szoktak kialakítani. Tulajdonképpen áldozati helyek, és régebben az áldozat az volt, hogy az arra járók, a hívek, azok letértek egy darabot a kis ruhájukból, és fölkötözték egy fára. Most már lehet külön ilyen kis színes szalagokat szerezni, venni, és akkor ezeket kötik fel ilyen helyekre. Fura módon itt egy buddhista stupát láthattok, és buddhista imazászlókat. Még hadd jöjjek vissza ide erre a térképre, vagy nem is... Ugye nem is, azt nem is meséltem, hogy tehát itt van a Szovjetunió, tehát alul délen Mongólia van. Mongólia szintén egy sámanista, buddhista jegyeket viselő kevert vallású vidék, és ez egészen idáig átszűrődött. Tehát a buddhizmusnak ez az északi határa, a Bajkálnak a dél-keleti része. Tehát itt mongol népcsoportok élnek, ők a burjátok, és aztán itt az észak-nyugati részen már az evenkik, akik egy török nyelvű népcsalád, a két oldal nem is nagyon érti meg egymást, teljesen más nyelvről van szó. No, szóval, tehát egyrészt a sámanizmus van jelen, és nyomokban a buddhizmus. Burjátéja, ez egy külön kis köztársaság Oroszországon belül. Nagyon szorul vissza a nyelvük, a burját. Itt közben egyébként az irkutszki balét, a balettnek a társaságát láthatjátok. Ő Sveta, akiről kiderült, hogy ő egy bajkáli angyal, és a társaságunk, akivel mentünk. Szóval a burját nyelv az szorul vissza, nem nagyon használják, ugye volt egy 70 éves orosz megszállás, és inkább a buddhizmus az, ami inkább ilyen identitás képző a burjátok körében, mint maga a nyelv. Nincs burját tévécsatorna, nincs burját rádió állomás, tehát generációról generációra vesztik el a nyelvüket. Volt két autónk, ez a klasszikus dobozos UAZ, ami látszólag semmit nem változott az évtizedek során, pedig igen, csak külsőre néz ki úgy, és így nézett ki a csapatunk, felszerelkezve egy cuccokkal, látjátok ott kályhacsövet, meg polifónokat láthattok. Ő Vagyim a sofőrünk, ő egy ukrán desszantnyik, aki valahogy ide keveredett Szibériába, és itt nősült meg, alapított családot. Ő az egyik sofőrünk. Itt a helyi kresszkönyvet láthatjátok kivonatos formában, igazából három főszabály van a Bajkálon. Ugye arról beszélünk, hogy jégen közlekedünk, és most megint hadd tekerjek ide-vissza. Ugye említettem, hogy nincs infrastruktúra a tó két végpontja között. És nyáron hajóval lehet közlekedni, a közúton eljutni mondjuk Irkutszból, Szeverobajkálszkba, vagy repülővel lehet, vagy valami iszonyat kerülővel ilyen egy napi út, vagy másfél napi út. És télen, amikor befagy a Bajkál, olyan februárra lesz biztosan a jég, először nyilván a gyalogosok merészkednek rá, motorosok, személyautók, és minden évben kialakítják a maguk kis útvonalát, ösvényét, ami biztonságos, kerüli a nagy rianásokat, repedéseket, és aztán teherautók mászkálnak, és aztán télen van az, hogy autósztrádák alakulnak ki a tavon, keresztbe, hosszába, és ezeket használják a helyiek közlekedésre. Igazából tilos a Bajkál jegére hajtani, az az Álhon szigetét összekötő néhány kilométer az, amit az államilag kijelölt közút a jégen,
és arra találták ki ezt a kreszt, tehát 10-en lehet menni, maximum 5 tonna, és van egy követési távolság. Szotyi barátom kezében pedig az üzemanyag, a hajtóanyag, ez ugye, ezzel nem az autók mennek, hanem inkább mi a nagy hidegben. És így néz ki, két autónk, láthatjátok, hogy vannak ilyen kis csapások, ezek kerülik ezeket a rianásokat, repedéseket. A sofőrök helyiek, tehát ismerik, nap mint nap járják a jeget, van rádió adójuk, és tudnak egymással beszélni. Ha jön egy szembe autó, mindig megállnak, mindig a sofőrök kicserélik az infókat, hogy melyik repedés, hogy néz ki, át lehet menni, merről kell kerülni, biztonságos, nem, befut, behorta a hó, nem horta be a hó, tiszta a jég. És ez ugye két autónk volt, ez a Vagyimnak a harckocsija, fölragasztott egy T-34-es matricát, és hát ő egy ukrán desszantnyik, tehát úgyis viselkedik, és ezek az autók, ezek mindennel föl vannak szerelve, vannak ilyen furcsa megoldások itt a kerekén, nem tudom, hogy látjátok-e, ez nem a Ben Hur jelenetéből ismert a kis, nem tudom, kerék fúróka, amivel a másik abroncsát lehet tönkretenni, hanem hogyha megakad, mondjuk beszakad az autó, és nem süllyed el, akkor le tudnak verni egy szöveket, és egy kötéllel föltekeri magát, és ki tudja húzni magát a jégből, vagy a méhóból, vagy a sárból. Nem veszélytelen az autózás a Bajkálon, mert hiába van ez a másfél méteres jég, ahogy a mozdony is beszakad, úgy bármi beszakadhat. Jellemző az, hogy tehát ez egy mozgásban levő élő anyag, ez a jégpáncél, ez állandóan mozog, hízik, reped, szétnyílik, új jég fagy ki rajta, nem lehet látni, hogy az nem másfél méteres, csak 3 centis, az ember belehajt. Olyan is van, hogy megreped a jég háromszög formába, és amikor az ember rálép a háromszög csúcsára, akkor átfordul az egész, olyan is erről szokott fordulni. És a Sveta mondta, hogy volt neki egy francia csoportja, és beszakadtak. Én kérdeztem a Vagyimot, hogy mi a protokoll, tehát mit kell csinálni, hogyha beszakadunk. És mondta, hogy hát kirogod a szélvédőt, mondta ő, hogy egy ilyen 130 kilós beszadnyik, és akkor mondtam, hogy hát, akkor inkább rendszeresítsünk, és legyen minden autóban egy kalapács, hogy legalább azt ki lehessen törni. Annyi könnyítés van, hogy nem süllyed el egyből az autó, van olyan 1-1,5 perc, ez a franciákkal is így történt, tehát mindenki ki tudott kecmeregni az autóból. De hát aztán nyilván vizesen kimásznak a jég szélére, és akkor rohanás a túlsó partra, ahol valami segítség van, mert az emberre ráfagy a ruha. De hál' Istennek sosem volt ilyen élményünk, minden egyszeres helyen a sofőrök megálltak, kiszálltunk, megnéztük, elkezdték bögdösni a jeget, kiszállítottak bennünket, ott megtörték, hogy hol lehet gyorsan így átvágni, és akkor így 50-nel neki, és akkor átugrattak rajta.